Sziasztok! GSM Online videóját látjátok. Ezen a héten a Nokia N97 járt nálunk. Nézzük! Ha kibontjuk, akkor itt találjuk a telefont. Mi egy kicsit csaltunk, mert az akkumulátort már betettük, hogy tudjuk tesztelni. Kijelző működik, nagyszerű. Ha tovább nézzük, akkor találunk leírásokat. Van benne egy autós passzív tartó, ezt nem használtuk, most nem kellett. Van benne egy hálózati töltő micro USB-vel. Van benne egy alatkábel, ami a szinkronizáláshoz nagyon hasznos. És van benne egy headset a multimédiás alkalmazásokhoz. A telefonnak a dizájnjával meg voltunk elégedve. Kapott egy exkluzív fémházat, illetve a hátoldalán is visszaköszön egy fémes borítás. Jó a tapintása, jó a megjelenése. Egyetlen egy probléma, hogy kicsit látszik rajta az új lenyomat, egyébként ugyanúgy, mint ahogy a főképernyőn is, de ezt egy egyszerű mozdulattal lehet tudjuk törölni, tehát ez nem okoz olyan nagy problémát. A készüléknek a hátránya, hogy balkezeseknek tervezték. Ugyanis mind a lezáró gomb, mind a menü gomb bal oldalon helyezkedik el. Tehát egy jobbkezes számára vagy a középső ujjával érje el a lezáró gombot, vagy a hüvelyk ujjával keresztül nyúl a menü gombhoz. Nem kényelmes. Viszont ha tesszük bal kézre, akkor egyből kézre áll a lezáró gomb, illetve a menü gomb is. Tehát a balkezeseknek kifejezetten ajánljuk ezt a telefont, a jobbkezeseknek egy kis edzéssel, de hozzászokhatóvá válik. Könnyen ki tudjuk pattintani, és ugye a rendelkezésünkre áll egy QWERTY billentyűzet, amivel egyszerű az adatbevitel a telefonba. Kinyitjuk, akkor 120-130 fokos szögig látjuk a kijelzőjét. Súlyra egy kicsit nehéz. Tehát, hogyha betesszük a zsebünkbe, le fogja húzni a zsebünket. Azt láttuk, hogy igazából jó röpsúlya van. Tehát, hogyha eldobjuk, jó messzire lehet hajtani. De természetesen nem erre találták ki. A főképernyőnek örültünk, mert végre egy olyan alkalmazás, ahol mi tudjuk testre szabni, és azokat tudjuk kitenni, amiket szeretnénk. Tehát ebbe a felső sorba bele tudjuk tenni az alkalmazásokat, alulra pedig különböző shortcutokat tudunk tenni, linkeket, amivel könnyen elérhetünk programokat. Köszönjük a Nokia mérnökeinek, hogy betették ezt a funkciót. Tényleg hasznos, hálásak vagyunk érte. Maga a menürendszer, ez megkapta a Nokia-nak a szokásosnak mondható menürendszerét. Egy-két extraval kiegészülő, tehát van egy videók és tévék gomb, amivel elérhetjük a videókat, illetve van egy játékok rész, ami nem mindegyik Nokia-ban található meg. Egyébként menürendszerében nagyon hasonlít az érintőképernyős Nokia-khoz. Mindent, amit nem itt találunk meg, az vagy a beállítások, vagy az alkalmazások alatt általában elérhetjük. Egy N-szériás Nokia-hoz méltóan megkapta azokat a multimédiás alkalmazásokat, amivel talán felveti a versenyt az iPhone-nal, tehát van benne egy zenelejátszó, illetve van egy videó és TV menüpont. Rákattintunk, kiválasztjuk az adott videót, és már is nézhetjük, hogy jelenik meg. Ehhez érdemes elforgatnunk, lassan megjelenik, azaz rákattintva az érintőképernyőre beletekerhetünk, és lejátsza. Egészen jó képet ad vissza. Fényképezéshez az oldalán található fényképező gombot érdemes használni, amit egy jó határozott megnyomással kell lenyomni, és akkor utána ráfókuszálhatunk a tárgyakra, megnézhetjük, hogy mit szeretnénk lefotózni, és szintén egy határozott mozdulat kell hozzá, autofókusz élesít, vaku villan, és megvan a kép. Egy kicsit teszteltük az érintőképernyőt is. A többi érintőképes Nokia-hoz javult a teljesítménye, azért van olyan, hogy többször kell kattintani egy dologra. Ami számunkra furcsa volt, amiben beleakadtunk, az, hogy nem elég egyszer rákattintani gyukorra, hogy megnyissa, hanem sokszor duplán rá kell, és akkor nyitottsa csak meg az alkalmazást. Amikor elforgatjuk, akkor a kijelző is változik vele együtt, 90 fokkal, tehát kész az el. Arra figyeljünk, hogy ez csak az egyik irányban működik. Telefonon található a naptár. Egészen hasznos funkciókkal meg ki tudjuk választani az adott napot, és utána kilistázza a részeket. Igazából ezt várjuk el egy naptártól. Ami a naptárnak a hátránya, az, hogy nagyon apró benne a dátumok. Tehát, hogyha megpróbáljuk eltalálni az adott napot, akkor vagy sikerül, vagy nem. Tehát egy nagyobb bújú felhasználónál ez kész kínszenvedés lehet, ami talán segíthet benne, hogyha lenyitjuk és a nyilakkal navigálunk benne. Összegezve egy jó telefon, mindenkinek ajánljuk. Ez a QWERTY billentyűzet tényleg megkönnyíti a dolgunkat, kéznél van, jó találmány, stabil, nem recseg, tényleg jól összerakták a telefont. Úgyhogy a telefonról készített
Részletes leírásunkat, tesztünket megtalálhatjátok a www.gsm-online.hu oldalon. Az a teszt mellett még képeket is találtok a telefonról. Várunk benneteket a jövő héten is. A Nokia N98 Minit a teszteléshez a VIP-fon biztosította, köszönjük nekik!